Jubilál a költségdíjese, a több mint három évtizedes múltra visszatekintő kézilabda csapat a 25. idényét tölti NB-s bajnokságban, jelenleg az NB2 északkeleti csoportjában szerepel a Hadobás István által irányított együttes. Az év első felében ugyan végigharcban volt a dobogóért a diákcsapat, végül azonban Tilkiék az 5. helyen zárták a 2014-2015-ös szezont, míg a junior gárda a 2. helyen végzett. Nyáron a hagyományoknak megfelelően átalakult a játékos keret, a házi gólkirály Móri Katalin például a megyebeli rivális Máté Szalkához igazolt, ennek ellenére bizakodva vágott neki az ősznek a kulcsai. Az előző év jól megalapozta a fejlődésünket. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy mindkét csapatunk érmes helyért játszon. Ez volt az alapcélkitűzésünk, és hát szerettünk volna a játék minőségében mindenképpen előrelépni, és nagy örömömre mondhatom, hogy ez sikerült is, elsősorban a felnőtt csapatnál. Nagyon-nagyon fogékonyak a lányok, nagyon alázatosan dolgoznak, őszintén nem tudok olyat kérni az edzésen, amit maradéktalanul meg ne próbáljanak megcsinálni. Nagyon-nagyon jó a csapatszellem, nincsenek klikkek, nincsenek széthúzások, mindenki egy irányba húz, úgyhogy csak dicsérni tudom a csapatomat, és hát az eredmény pedig minősít. Mindig azt szoktam mondani, hogy az eredményjelző nem hazudik, és úgy gondolom, hogy most pozitív ez a megnyilatkozás számunkra, de most is igaz. A költségdíjese 8 győzelemmel és egy döntetlennel, vereség nélkül 17 pontot szerezve az első helyen zárta az őszi szezont az NB2 északkeleti csoportjában. A második Hajdúböszörménynek 14, a harmadik Balmazújvárosnak 13 pontja van. A másik megyebeli csapat, a Máté Szalka, 10 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. A szakember szerint erős mezőnyben szerezték meg a szakasz győzelmet. A mezőny első fele az nagyjából egyforma erősség, ott bárki bárkit megverhet. Csak példaként említem, a Máté Szalka, ha jól emlékszem, 5. helyen áll, és egy nagyon jó csapattal rendelkezik, de ugyanez mondható Hajdúböszörményről, Bőcsről, és hát a Ózról, és a nagy konkurens a tavaly még NV1-1 Balmazújvárostól is, úgyhogy ezek ellen elsősorban nagyon-nagyon össze kell szedni magunkat, de nagy öröm, hogy a szoros mérkőzéseket, mindegyiket tudtuk hozni. Elég, ha csak a Balmazújvárosi utolsó fordulót említem, ahol fél időben -6 gólról fordítottunk, nyertünk egy góllal. Tehát azt hiszem a legnagyobb művészet megtanulni, nyerni a szoros mérkőzéseket, és hál' Istennek odáig jutottunk, hogy a csapatom ezt most már tudja abszorválni. A bajnokság február 21-én folytatódik. Hadobás István elmondta, egyelőre nem gondolnak a magasabb osztályra, a cél az, hogy egy jó januári felkészülést követően megfelelő formában lévő csapat vágjon neki a tavaszi szezonnak, a szakember ugyanis tisztában van azzal, hogy minden rivális a listavezetőt akarja majd megverni.